Régi, vagy legfeljebb újszerű ingatlanban élők kapnak majd levelet, egészen pontosan, akik 2015. februárja előtt vettek fel lakáskölcsönt. Főleg egykori devizahitelesek, akiknek többsége egyelőre 3 havonta változó kamatozás szerint fizet. Az ő törlesztőjük akár 10 évvel tovább csökkenhetett a 4 évvel ezelőtti forintosítás óta. Már olyan mértékben csökkentek, lekövették a jegybanki alapkamat csökkenését, ezért nem is volt vonzó az emberek számára, hogy ezt leváltsák. Illetve most sem feltétlenül vonzó, hogy leváltsák egy hosszabb periódusú hitelre. Egyelőre. A jegybank úgy számol, egy átlagos 8 milliós változó kamatozású lakáshitel futamidejéből még 15 év van hátra. Ennyi idő alatt emelkedhet a most rekordalacsony kamatláb. Egy ilyen kölcsön havi törlesztője szerintük 4200 forinttal drágulna, ha a bank 1%-ponttal emelni a kamatot. Esetükben egy esetleges kamatváltozás, kamatemelkedés, akár éven belül több alkalommal történő törlesztő részletemelkedést is eredményezhet attól függően, hogy milyen a konstrukció, ez egy kiemelt kamatkockázat. Hónapok óta szinte kizárólag fix törlesztőjű lakáshitelt vesznek fel a magyarok. A meglévő állomány 60%-a azonban még mindig változó kamatozású kölcsön. Ezért 2 hónapja a hitelkiváltás ösztönzéséről tárgyalt a jegybank a kereskedelmi bankokkal, megállapodtak. A pénzintézetek új, fix törlesztőket ajánlanak a még változó kamatozás szerint fizető családok nagy részének, akiknél legalább 10 év van hátra a futamidőből. Bankok idénnyártól kezdődően mintegy 130 ezer változó kamatozású jelzálog hitellel rendelkező ügyfelüknek fognak tájékoztató levelet küldeni postán, e-mailen vagy netbanki fiókon keresztül. A Bankszövetség főtitkára egy hónapja híradónknak azt mondta, a havi részlet nem feltétlenül drágul majd az új fix törlesztő miatt, mert akár a futamidő kitolása is szóba jöhet cserébe, és az egyszeri költségek leszorítását ígérte, amit most a jegybank is megerősített. A mai tárgyalásnak a helyzete alapján azzal kell számolni, hogy néhány tízezer forintból sikerülni fog az átszerződést a lakosságnak megoldania. A bankok javaslata a fix törlesztőkre legalább 30 napig él majd. Ha az ügyfél mégsem kér belőle, 1 évvel később új ajánlatot kell tenniük.